Gloria Victis 1956-os emlékünnepség a néhai Hálczl Józsefnek köszönhetően a Rákóczi Szövetség legnagyobb és legemblematikusabb rendezvényévé vált az elmúlt 3 évtizedben. Budapesten a Gloria Victis 1956-os emlékünnepségen október 21-e és 23-a között 3000 fiatal vett részt. A háromnapos rendezvény meghatározó eleme az állami ünnepség részét képező műegyetemi megemlékezés október 22-én. Itt ünnepi beszédet mondott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. 20. század kiemelkedő magyar eredménye, teljesítménye volt 1956-os forradalom, ahol 13 napra sikerült kivívni a szabadságot, és ami azt követően mindig reményt adott azoknak, akik a diktatúra időszakában egy szabad Magyarországért küzdöttek. Közel 8000 kárpát-medencei középiskolás és egyetemista kapcsolódott be a Rákóczi Szövetség október 23-i programjaiba lengyelországi társaikkal együtt, hogy tisztelegjenek 1956 hősei előtt és élményszerű ismereteket szerezzenek a forradalomról és szabadságharcról. Dévoványáról érkeztem. Nagymegyáról. I'm from Krakow. Gutról. Újkigyósról. Nagycsetfelváról. Komárom. Berekújföldből. Tanszertehelyről. Csalánkról érkeztem. Komárócról. Kassáról. Csitvabesenyőről érkeztem. A Magyarország és a külhoni diákok ilyenkor mindig együtt vannak. 3000 fiatal tudja megélni közösen ezt az élő történelemórát, és tudnak majd fejet hajtani 56 hősei előtt. A műegyetemtől 16 órakor indult a fáklyás felvonulás a történelmi útvonalon a BEM térre, ahol 17 órától megemlékezés és koszorúzás várta az emlékezőket. Itt ünnepi beszédet mondott Kövér László, az országgyűlés elnöke. Örömmel és tisztelettel köszöntöm a ma is velünk együtt ünneplő lengyelországi fiatalokat, közös szabadsághősünk BEM József szobránál. Jesteśmy zaszczyceni brać udział tutaj, zwiedzać przede wszystkim Budapest, też obchodzić rocznicę powstania. Gloria Victis. Bardzo mi się podoba punkt wizyty w parlamencie oraz przemarsz właśnie pod pomnik BEM-a. A háromnapos rendezvény programjai sok szálon futottak. Részét képezték többek között az Országház, a 301-es parcella, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Zeneháza, filmvetítés a Konrad Adenauer alapítvánnyal közreműködésben, Dunai hajózás, valamint könnyű zenei koncert. A szövetség szervezésében 111 középiskola, 5000 diákja utazott a Kárpát-medencében legalább egy határ átlépésével egy másik magyar közösséghez ünnepelni. Ez egy gyönyörű hagyomány, hogy megemlékezünk. Sose láttam így közelről Budapestet, és kíváncsi voltam, hogy milyen lehet ez a rendezvény. A hajózás már firtam tőle, nagyon még nem hajóztam. Nagyon ijesztőnek nézett ki, nagyon tetszik addig. Óriási nagy megtiszteltetés volt, hogy eljöhetek egy ilyen eseményre, ami a hazánkról szól. Jelenleg egy színházi előadásra várunk, aminek a címe Csongor is tünde. Előadás nagyon érdekes volt. Szerintem azért fontos, hogy a fiatalok is tudják, hogy mi történt 56-ban. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk vele, mert a mai világra tekintettel tudnunk kéne, hogy hogyan kell cselekedni. A Műegyetemen zajlott október 22-én és 23-án immáron 29. alkalommal a Gloria Victis középiskolai történelmi vetélkedő 60 iskola 180 diákjának részvételével, amelynek idei témája forradalom és szabadságharc 1848-49.